Hírstúdiónkban már itt van Molnár Pál, önkormányzati képviselő, a Városgondnokság vezetője, aki az idei tervekről ad tájékoztatást. Stúdiónk mai vendége Molnár Pál, az egyes számú választó körzet képviselője, önkormányzati képviselője, illetve a Városgondnokság igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, nagy tisztelettel köszöntöm a Karszak televízió nézőit én is. Napjainkban minden területen megjelenik a varázsszó, a környezettudatosság, a fenntartható fejlődés. Gondolom, hogy ez a Városgondnokság berkeiben is megjelent. Ezzel kapcsolatban milyen lépéseket tettek, illetve milyen elképzelések vannak? A Városgondnokság életében mindig nagyon fontosak voltak, de nekem személy szerint is nagyon fontos az, hogy egy olyan megfelelő körzetbe élhessünk, amelyet majd át tudunk adni a gyerekeinek, unokáinknak is, ahogy a hőseink is nekünk is átadták. Ebben a felgyorsult világban én úgy érzem, hogy maga az élet is hozza az, hogy jóval nagyobb azoknak az anyagoknak a megjelenése, amelyek a körzetbe kerülve nem bomlanak be, az üvegház hatást növelik, rontják a klímáját, szennyezik a vizeinket. De maga nem csak a termékek ilyenek, hanem maga a termelés is, a termelés során is nagyon sok olyan káros anyag kerül be a körzetbe, amelyre mindenféleképpen oda kell figyelni. A tudós társadalom is megoszlik abban, hogy most az embernek ez a úgynevezett globális felmelegedéshez van-e köze, az tény, hogy globális felmelegedés van. De ha ismerik azokat az adatokat, amelyekkel próbáljuk alátámasztani azt, hogy igenis az embernek köze van a globális felmelegedéshez, elég, hogy csak azt megemlítem, hogy a 19. században megtalálható erdőborításból a kétharmad részt az ember már kivágta. Tehát ahhoz képest meglévő erdőknek már csak 30-40%-a található meg, és ahhoz, hogy ezt pótoljuk, egy dán kutatócég készített ezzel kapcsolatosan egy statisztikát, a 7 milliárd ember közül mindenkinek 500 fát kellene ültetni, hogy ezt a kétharmadot vissza tudjuk pótolni. Nyilván vannak olyan területek, amelyek azért kerültek kivágás, hogy termőterület legyen, tehát olyan mezőgazdasági terméket termeljenek, amely a világ élelmezésében nagyon fontos feladatot töltenek be, hogyha mindenki egy 200-300 fát elültetne, de magát a környezetet is sokkal jobb állapotba hozza az, hogyha megfelelő az erdősültség. Egyébként ezt a magyar kormány szaktárcája is felismerte, mert több mint duplájára emelte az erdőtelepítéseknek a támogatását 2020-ban, látva azt, hogy az erdősültség nagyon alacsony, az ország egyébként el akarja érni azt, hogy körülbelül egy 27-30%-os legyen az erdősültsége az országnak. Ezt a karszak tekintetében megemlítem, hogy egy szörnyű adatot mondhatok, mert a 36 ezer hektárban mindösszesen 910 hektár az erdőborítottságú. Ez néhány százalék, 3-4%-ot ér el, amit mindenféleképpen növelni kell. Egyébként a Városgondnokság az elmúlt 10 évben 30 hektár erdőt telepített, az elmúlt 2 évben is volt erdőfelújítás, igaz, ezek nem új telepítések, hanem a meglévőknek a vágás érettségét, mivel elérték, ki kellett vágni, és újat kellett telepíteni. Összeszámoltam, hogy körülbelül az elmúlt 10 évben 100 ezeres nagyságrendű az a fászálló növény, amit a Városgondnokság elültetett, a előbb említett közfoglalkoztatottak segítségével és az állományi kollégák irányításával. És úgy érzem, hogy ha valaki tesz a környezetvédelemért, és elültet egy-két fát, és nem csak elülteti, hanem ezt utógondozza, ápolja, mert ennek a fának föl kell nőni. A nagyon sok környezetvédelmi szervezet azt gondolja, hogy ha elültetek egy fát, akkor már mindent megtettem, majd nagyon sok mindent megtettem. A munka onnan kezdődik, azt évekig ápolni kell, nyommentesíteni kell, öntözni kell, ahhoz, hogy abból olyan fa legyen, amely segít a város, a ország és a világ levegőjét olyan szinten tartani, amely, ahogy említettük, fenntarthatóvá teszi a világban az életet. Mindnyájan tennénk a saját környezetünkben a klímaváltozás ellen, akkor úgy gondolom, nem is lenne semmi probléma itt a Földön, de ez nagyon pozitív, hogy itt Karcagon erdőtelepítéssel, illetve ha végigmegyünk a városba, akár a városközpontban, itt is gyönyörű parkunk van a városközpontban, és a város más utcáiban is azért gyönyörű szép fasorokat látunk, illetve cserjéket, bokrokat. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendőkben is ez így marad, illetve amelyek elöregedtek, azoknak az utánpótlásában esetleg a Városgondnokság is segítőkezet tud majd nyújtani.
Természetesen a városgondosság tartja fönt ezeket. Körülbelül 10 évvel ezelőtt egy átfogó program keretében alakítottuk át a városnak a főterét az egyik nagyon ügyes kertész kollégámnal, aki nagyon szívesen vállalta ezt a feladatot. Akkor az volt az elv, hogy olyan területeket, ahol zöldjepet szeretnénk pázsitakarót akarunk kialakítani, azt mindenféleképpen öntözhetővé kell tenni. Sajnos az előbb említett klimatikus viszonyok olyanok, hogy öntözés nélkül itt zöldjepet a nyári időszakban nem lehet fenntartani. Ezeket öntözni szoktuk, a városlakói szokták látni, hogy esténként a nyári esti órákban elkezdjük őket öntözni, és ezért díszlenek szépen ezek a gyepek a legmelegebb nyári hónapokban is. Valamint szerettünk volna olyan örökzöld növényeket is beültetni, amelyek ezt a klímát tolerálják, meg tudnak élni ezen is. Igaz, hogy nagyon sok öntözéssel, de szerencsére pozitív visszajelzések vannak nem csak a város lakói, hanem az ide látogatók részéről is, hogy ez az irány jó, ezt az irányt kell mindenféleképpen folytatni. Természetesen folytatni szeretnénk ezt, minél több zöld felületet szeretnénk kialakítani. Azért azt is tudomásul kell venni, hogy a változó világgal azért egyre több olyan aszfaltozott és burkolt terület is kell, ahol a megnövekedett gépjárműveket, előbb említett gépjármű létszámnak a növekedését tudja a város fogadni. Ugyanis zöld területen, sáros, mélyfekvésű területeken nem lehet parkolni, és ahogy látjuk, gondolom ebbe egyetértünk, hogy rendkívül nagy számban megnövekedtek azok a gépjárműek, amelyek korábban nem voltak jelen. Elég, hogyha csak itt a reggeli 7-8 órás közlekedésre gondolunk, itt forgalmi dolgokról is beszélhetünk, de hogyha egy piaci napon, piacüzemeltetőjeként én tapasztalom, hogy gyakorlatilag a piac környékén 7 óra után piaci napokon, csütörtökén, nagy piaci napokon, csütörtökén, szombaton nem lehet parkolni, csak úgy, hogy kivárjuk, hogyha valaki esetlegesen befejezte a vásárlást és kiáll a személyautóval, de erre is többen szoktak várni. A parkolóterületeket mindenféleképpen növelni szeretnénk, még ha ilyet is mondhatok, ez nem szép tőlem, de mégis kell mondani, még a zöld területek rovására is, mert parkolni kell. És apropó már, ha piacnál tartunk, azt mindenféleképpen szeretném megemlíteni, hogy az elmúlt években én azt tapasztaltam, de mondhatom azt évtizedben is, hogy a város talán egyik legfontosabb társadalmi érintkező helye a vásárcsarnok. Itt nagyon sokszor kimennek az emberek és a vásárlás mellett megbeszélik ügyes vagy dolgaikat, információt cserélnek, de sokszor magáért csak a társadalmi érintkezés miatt is kimennek a piacra. Vásárlás már nem is történik, vagy csak minimális, de van egy olyan társadalmi érintkező hely, ahol meg tudják ezt valósítani. Magának az árcsarnoknak a állapotát sikerült az elmúlt években javítani, szennyvízfelújítás, elektromos hálózatbővítés, valamint a tetőszerkezetnek a felújítása megtörtént, de látva az, hogy milyen lényeges a zöldségpiacnak is a forgalom, és az emberek életében, a karcang embereknek az életében, a vásárlóknak is, és a kereskedőknek is milyen fontos szerepet tölt be, pályázatot nyújtott be az önkormányzat, és sikeres pályázat lett az eredménye. Egy 100 millió forint keretösszegéig a zöldséges piac le lesz fedve, ahol mind a vásárlók, mind pedig a árusítók, eladók kulturáltabb körülmények között tudják portékáikat értékesíteni, valamint a vásárlók is kulturáltabb körülmények között tudnak vásárolni, nem lesznek kitéve az időjárási szottagságainak. Kedves igazgató úr, képviselő úr, köszönöm szépen az interjút, kívánok a munkájához további egészséget, kitartást, erőt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a meghívást.